A felvonuláson részt vettek a 2002-ben alakult és közel 70 fős egyesület fogadhajtói, ügyességi versenyzői. Virág József, a szervezet elnöke fontosnak tartja a helyi lovas hagyományok megőrzését. Mindenki, aki valamilyen szinten kötődik a lovas egyesülethez, a lovas klubhoz, egy az, hogy a családban lévő lovak, a hagyomány teremtése, illetve az ápolása miatt igen fontosnak tartják, hogy még akinek van lova, tegyünk érte, csináljuk, igenis Mözsön is legyen valami, és ezzel is színesítsük itt a falu életét. A rendezvényre több környékbeli településről, például Tengelicről és Högyészről is érkeztek lovasok. Mi itt vagyunk, illetve a kislányom itt versenyző, a Tolnamözsi Lovas Egyesületnél, és mi Tengelicről érkeztünk három lóval, és mint egy csapat így részt veszünk a versenyen, vagy a felvonuláson, illetve. A megállóknál az érdeklődők közelről is megtekintették a lovakat, a gyerekek pedig szaloncukrot kaptak. Kis Barbara elmondta, a felvonulás megrendezéséről az egyesület éves gyűlésén döntöttek. Hozzátette, pozitívum, hogy egyre több fiatal lány és fiú vesz részt a hasonló eseményeken és versenyeken. A magyar az egy lovas nép már nagyon régóta, és ennek a hagyományát szerintem folyamatosan ápolni nagyon szép dolog, meg ugye a gyerekeknek is ez egy nagyszerű sport, és ilyen tekintetben szerintem ez egy jó dolog. Az egyesület idén a Mözsi lovaspályán 5 eseményt rendezett. A jövő évben a versenyek mellett a felvonulást is újra megtartják.